festményeid csodásak! Hmm. Senki sem jött el. Cikisebbek a képeim, mint a melírozás. Soha többé nem festek! Au! Fel kell vidítanunk! Buf! Nem hinném, hogy a fényképek túlzottan feldobnák. Nyugalom! A legjobb vigasz a bal szerencsére a siker! Kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-ex, VIP-ex velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Bújha, jó hez! I love VIP-ex! Majdnem művész. Bukott festőművész lettem. Nézzük. Hát ez csúcs! Több mint 200 like jött a képeimre a kutyinstán! Sztár lettem! Túllöttünk a célon? Semmi vész, a lényeg, hogy felviduljon. Nézd, posztolt! Köszönöm, követőim! Látom, remek ízlésetek van. Úgy tűnik, ez bevált. Így hát, nekilátok az újabb festményeknek. Mégis mit csináljunk? Semmit, úgyis kimegy majd a fejből. De szép is ez! A komoly zene, balzsam a mi lelkünknek. A pop meg jót tesz a testünknek. Illik az új frizurámhoz, hát nem csodás. Gyere ki arra, táncoljunk! Borul jártál? Éhen halok. Csit! El ne riaszd az ihletem! Muszáj időben kész lennem az új kiállításra. Elzsibbadt a tappancsom! Már majdnem megvagyunk. Kitartás! Hihetetlen! Most sem jött el egy lélek sem! Micsoda kudarc! Soha többé nem festek! Mit tegyünk? Kitalálom! Azt már nem! Nem maradt több dobásod! Ez meg mi? Azta! Milyen csodaszép ecset! És egy cetli! Íme egy ecset! Rajta a neveddel! A barátaid ajándéka! Nehogy elfelejtsd, hogy a festményeid színeiktől a mi életünk is színesebb lesz! Miattam többé semmi sem lesz színesebb! Jaj! Alexia visszaküldte! És most? Nem tudom, mit is tehetnénk még. Alexia árulja a képeit a mancstól mancsigon. A helyzet egyre durvább, ne hagyjuk annyiban. Támadt egy ötletem. Lefoglalom az összes festményét. Elment az eszed? Az egy egész vagyomba kerül. Nyugi. Szia, Alexia. Én megvenném az összes képet. Talizzunk. Most pedig irány, Fabio. Ez a hernyomozgás! Szuper! Pispon! Demi-plié és piruett! Mégis kapsz egy pontot a próbálkozásért! Buf-buf! Fabio, mi vagyunk? Kisni modortalanság! Hol az a kutyus, aki ide hívott? Szia, művésznő! Nem iklett meg a csúcs szuper frizurám? Nem! Soha többé nem festek! Nézd, milyen csodás a hajam! Elég legyen! Jaj! Mennyi szépség! De akkor sem festek! Hogyha szeretsz festeni, muszáj festened. Nem számít, sikered van-e.
Úgy van, jól mondod. De sejtelmem sincs, mivel festhetnék. Mondjuk itt van ez a szuper ecset. A szuper barátaimtól. Ne mozduljatok! Kész is! Remek mű! De a te hajad nem éppen az! Semmi baj, én is beugrom Fábióhoz! Üdv, Fábió, vízhelyzet van! Minő borzalom! Csöcsle! Szia! Nyilván Alexia vagy a festő. Az, és te ki vagy? A nevem Kiara. Az az álmom, hogy színésznő legyek. A mi kutyink. Rajta teszteljük az új frizukat. No de most te jössz. Rajta! És most egy kis ragyogás. Exhibition style. Na hát, milyen csini. Buf, tudom, mi legyen a képeiddel. Jól mutatunk. Buf, buf. Klassz ez a galéria. A megnyitó valódi szenzáció. A népek tülekednek. Ez pompás. Már csak egy valami kell. Mi? Hát zene. Ez csúcs! I love VIP pets! Döntsünk rekordot! Ennek mi baja? Most sorolja? Azt a gördeszka verseny lesz! És kutyusok is indulhatnak! Ezen el kell indulnom! Fogom a deszkámat és gyakorolok! Sziasztok! Houston! Van egy kis gondunk! Ki az a Houston? Nem ismered! Hello! Menő kis kedvencek vagyunk! A haja szenvedénk, barátok vagyunk és sok kalandot élünk át! VIP-pets, VIP-pets velünk! Barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk! Újha jó hez! I love VIP-pets! Ez Fóri! Taylor nincs itt a cseten! Nem is lesz itt egy hamar a cseten! Hogy? Úgyhogy naphosszat a versenyre készül. Úgy hallottam, hogy az eddigi világcsúcs 3,5 flip. Ő a 4-es flipre készül. Az lehetetlen. Ez az álma, nem? És meg is tesz érte mindent. Támogatnunk kell. Igen, a barátság a legeslegfontosabb. Wow, wow! Teszi a haját az a sok ugrabugrálás. Szia, Kiara! Taylor nagyon felpörgött. Egész nap a pályán van. Mint mondtam, nyilván tévedés lesz. Nem rendeltem szupersport hajlakot. Nekünk nem kell. Bácsikám, tartsuk meg! Kapura jöhet még Taylorhoz. Bajnok kutyusnak bajnok frizura kell. Ups, bocs, pillanat. Azt mondod, hogy tartsuk meg? Na ne, hogy tartsuk, próbáljuk ki. Egy közepes tornádó sem borzolná fel. Nem látom a pályát. Szia! Itt Gwen. Épp nálam lazolgatunk a többiekkel. Átjárás? Sajnálom, de nincs bulis kedvem. Mi a baj, Taylor? Ideges vagy a verseny miatt? Van még mit gyakorolnom. Pocsék a hajam, és semmit sem látok a frufrumtól. Gyakorlás nélkül esélyem sem lesz nyerni a bajnokságon. Ez kész tragédia. Szegényke, tennünk kell valamit. Megkérhetnénk Fábiát és Fábiót, hogy csinálják meg szépre a haját, mert így igazán nem versenyezhet. Ezendek haj
szalon, hello! Kiara, sürgős beavatkozás kellene! Taylornak! Ha nem segítesz, neki vége! Fabio! Jó sokat edzettem! Szeretném, ha nagyon jól menne a négyes pörgetés, de nem látok semmit, és így nem megy! Használd az új szuperlakkot! Később! Kezdjük csak az alapoknál! És a szuperlak! Skater style! Ó, mindjárt kezdődik a verseny! Jókos szóltak a kis barátaid! Mi a baj, Taylor? Nem tetszik a hajad? Nem a hajamról van szó. Csak úgy hiányoznak. Hanyagoltam őket a verseny miatt. A siker ára a magányosság. Sürgős dolgunk van. Kutyik, most rendbe hoztuk Taylor haját. Most ti jöttök. Szurkoljatok mindannyian a versenyen. Ez egyszer igazad lehet, Fábia. Rajta pajtikák! Ez egyszer, hogy... A kutya kategória következő versenyzője Glam City képviseletében Taylor! A többiek nem jöttek el. A versenyen bakuval fényképezni tilos. Taylor közkívánatra újra próbálkozhat. Taylor, de jó, hogy itt vagytok, barátaim! Keményen edzettél, Taylor, és így győzni is fogsz. Aki négyszer pörgette meg a deszkát, egyetlen ugrás alatt, Taylor! Ja, de majdnem tönkretetted az egészet a vakuval, Lady Gigi. Az a lényeg, hogy Taylor megkapta, amit kemény munkával kiérdemelt. Nem. Az a lényeg, hogy kiderült, hogy a barátaink nélkül sosem győzhetünk. Jó, de ez a kupa azért nem semmi. Na lássuk csak, milyen a süti. De Fincsi! Bocsánat, most muszáj kirohannom. Köszi, VIP Pets! A barátságunk fontosabb a világ összes versenyénél. Azta, a szörfdeszka verseny lesz, és kutyusok is indulhatnak. Ezen el kell indulnom. Sziasztok! Ez Deja Vu a javából. Azt ki? Nem ismered. I love VIP Pets! Hello, világ! Eljött hát a nagy nap. VIP Pets, jó reggelt! Ma rendezik meg a szuperfesztivált! Vár a tánc! Tarararara! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át! VIP Pets, VIP Pets, velünk barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk! Újha jó hez! I love VIP Pets! DJ Gwen! Bekarikáztam a bandákat, amiket mindenképpen szeretnék megnézni. Ők lesznek az elsők, a rock and roll. Jobban csípem a kemény rockot. A kedvencem a veszettek. Az én zenémre táncolni is lehet. Ti-ti-ti-ti-ti! Lady Baba a csúcs! Nagyon menő!
Bízhattok az ízlésemben. De még menőbb a Tuti kutyaháusz zene. Na mindegy, Lidi Vava kihagyhatatlan. És te nem mész a fesztiválra? Nem nagyon csípem a tömeget. Nincs jobb, mint egy fesztivál. Bizony ifjú, még ifjabb. Koromban én mindenre elmentem. Persze tudjuk, réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban. Én kreáltam a legmenőbb fellépők frizuráját. Tényleg? Na, feltaláltam a tupírozást. Mások meg leutánozták. Hát hogyne, és te találtad fel a hajvasalót. Én hát, és most mindenki használja. Sztárokat is fodrászoltál? Nem is egyet. Egész regimentre valót. Én nem vagyok oda a kutyaháuszért. Nem az én világom. A lényeg, hogy mind együtt lehessünk. Hiszen egy csapat vagyunk. Összetartunk. És közös kedvencünk, Lady Vava! Nem látunk semmit sem, túl sok itt a láb. Nem, semmit sem, látunk egy csomó lábat. Ezt megúztam volna a house-ban. Itt csak a bácsikának, a táncikának. Én inkább harapnék valamit. Ne! Foglaljunk helyet az esti koncertre. De az csak órák múlva kezdődik majd, és muszáj ennem, hogy legyen erőm táncolni. Nekem meg kell osztanom egy képet a kajámról. Nem fogsz mást megosztani, csak lábakat, hogyha este nem látjuk a színpadot. Akkor sem fogjuk látni a színpadot, ha elájulunk az éjségtől. Én a hangottól ájulok el. Vegyünk egy mély levegőt. Az idegeskedés sosem old meg a világon semmit sem. Na jó, ennyi! Éhen halok! Kutyulik, most, hogy ettünk és ittunk is a szökőkútból, indulhatunk a koncertre? Inkább vásárolni. Vagy Fábióhoz. Ne menjünk inkább oda? Fábióhoz máskor is mehetünk, de fesztivál csak ma van. Értem én, de sajogatta a pancsom. Menjünk vissza a városba. Jó! És irány a mozi! ne már! Mondtam neki, Szendi leszel, drágám, nem Szende. És tényleg bomba sikere volt, és van is! A legelső tupira filmvásznon! Az első! És te találtad ki? Aha! Ez szuper! Mondd még, mondd még! Láttál te már Punktorajt? Most az jön, hogy az ő műve. Az én művem, az is. Akadt egy kis dolgom Londonban, és... Semmit sem lehet látni, mert túl sokan vannak. Hiszen ez már nem is haj, csak egy csapzott sörény. Fábio, segítesz? Bújj csak be! Miért lóg az orrod? Meghallgattad a kedvencedet? Ő még fel sem lépett, csak este lesz, de szörnyű volt az egész. Elment a kedvem a fesztiváltól. De nem kell valamit, de mit? Meg is van! Csinálunk egy koncertfriszkót. Ebben csak kevesen részesülhetnek, mivel elég egyedi. Valóra vált minden álmot. Efendef, természetes, mindig beválik, és éppen koncertre való. Beválik? Ez a frizura az oka, hogy... A báványod most ott van a slágerlista élén. Ezt nem hiszem el! Nem csoda. Lady Vava? Ő bizony! Ne már, mára épp elég volt a nagyot mondásból. Hát, ha igaz! Concert style. Úgy vélem, ma este ennek bombasztikus sikere lesz. Szépi szupi volt a film. Nagyon izgi volt.
De szép! Ez csúcs! Klassza, Friszkod! Kutyulik! Indulás a koncertre! De ott túl nagy a tömeg, úgy sem látnánk semmit. Semmi vész, ti csak gyertek, utánam! Kiköpött Lady Baba! Éppen olyan a haja! Vérben is fel! Hű, utat nyitnak nekünk! Igen, irány az első sor! Miért talál ki ilyeneket? És hol a hajvasaló? Ó! Hát mégis igaz! Minden igaz! Hát, azért nem minden. Lady Baba nem a haja miatt van a csúcson. Hanem? Azért, mert tehetséges. Csak egy kis önbizalom kellett neki, mint Gwennek. Első sor, sikerült! Új haj, jó hen! Ez a VIP perc! I love VIP pets! Hol van Alexia? Még lemaradunk a bolha piacról. De akkor, hogy vesszük meg azt a klassz nyakörvet? Háó, semmi gáz. Az a piac, csak ócska piac. Egy haverom, egy menő bolha piacon dolgozik. Ó, mi ez a fennhéjázás? Az a piac, gagyi, ennyike. Alexia, rád várunk már vagy fél órája. Micsoda dráma, ha megbocsátottok. Most beszélsz a fodrászszalomba? Indulnunk kell a piacra. Most mi a baja? Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedénk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez, I love VIP-pec. Csak semmi pampogás. Én mikor jövök? Nyugi, mindenki sorra kerül. Azta, züllik ez a szalon. Most miért mondod ezt? Mert fél napot kell várnom. Na, ne mondd már! Mi mindig rettentően igyekszünk. Hát, szerintem meg lazsáltok. Ó, nem. Sajnálom, Alexia, de miattad azonnal be kell vetnem a pampogás elleni hajszeszt. Hát ez meg mi az ördög? Viszok, Bűdi! Mi volt ez? A hajszesz! Valahányszor undok vagy, pampogsz vagy csúnyán beszélsz, megszólal ez a hang! Ezt nem teheted! Alexia, hagyd abba! Tudjátok mit? Jó, nem pampogok, lelépek! Elegem van belőletek! Menő ez a nyakörv! Az! Kár, hogy csak egy darab volt! De ez az egy közös, igaz? Bizony. Akkor sorsoljunk. Vajon ki lesz az első? Nekem mindegy, hányadik leszek. Jó. Akkor Gwen szépen leteszi, és sorsolunk. Hová tűnt? Nincs semmi baj. Holnap majd biztos továbbadja. Másnap reggel. Juhu! Hellóka! Akkor sorsolunk végre, hogy ki lehet mára... Türelem! Úgyis, beszélni szeretnék veletek a nyakörvről. Azt hiszem, megtartom. Mi? Mert nekem jobban kell a zenéléshez. Jól megy a színeimhez. Majd találunk valamit, nektek is. Ez nem fair. A nyakörv mindannyiunké. Kinek kell az a francos nyakörv? Juliet! Te is! Gwen! Kérem a nyakörvet! Majd én kiadom reggelenként. És elég egy újabb rosszó? Ha csak egy rosszót is hallok, akkor jön a hajszesz! Ne, csak az ne! Remélem, jól aludtál. Hát nem éppen, mert a bolha piacon a nyakörvből csak egy darab volt. Ez ám a dráma. Most az én életem is nehéz. Valahányszor mérgelődöm, megszólal ez a hang. Ez az egész olyan borzalmas. Csajok, már rá is jöttem, hogy mi a megoldás. Irány a tengerpart, majd ott megdumcsízzuk. Csajok, Fábia, Fábio. Vajon hol lehetnek? A nyakörv! Ez
igaz. Gyertek, figyeljetek csak kicsit! Hogy vegyük rá Alexiát, hogy ne pampogjon? Jaja, mindenki unja már a sok pampogást. Hogy Alexia ne legyen rossz kedvű, emlékeztethetnénk vidámabb dolgokra, hogy ne károgjon már annyit. Rajta, filózzunk! Nézzük! Reklamálás helyett, hogyha várnia kell a fodrásszalomban, gondolhatna arra, hogy milyen szép lesz a haja. Ez nagyon jó ötlet! Ez klassz, de ennél többre lesz szükség. Azonnal hívjuk Alexiát! Szia, Alexia! Küldök néhány képet a telódra. Inkább ezeket nézd a helyet, hogy folyton folyvást pampognál. Festék meg ceruzák? De szuper! Ez csodás! Végre nem szól a sípszó. Köszike! Az Alexia ügy megoldva. Na, ki lesz ma anyakör? Valaki elvitte a nyakörvet! Nyilván a titkos ajtón jött be. Csak egy gyanúsított van. Elvitte volna, miután segítettünk neki. Hogy érted ezt? Semmi, semmi. Mégis hogy tehetett ilyet? Mi lelte Alexiát? Ha? Ez meg mi? Sziasztok! Na, hogy tetszik a nyakörv? Emlékeztek, hogy van egy haverom, aki egy menüpiacon dolgozik? Hát, én elvittem neki, és csinált mindenkinek a kedvenc színeinkben. Ez a barátság nyakörvünk. Ha nem bánjátok, lenne még egy tennivalóm. Hátisztály! Szipi-szupi! A hajszesz volt nincs. Bízhatok benned? Nincs több rapli ezután. Becs szó! A pampogás egy kicsit sem menő. Az sem volt menő, hogy csak egy nyakörvünk volt. Jaj, ne! A síp! Szerintem ez már nem is a pampogás. Jó, hogy nem volt pampogás. Ez csak poén!